Üdvözöllek benneteket, mint látható, 12. Python programozásos videóhoz megérkeztünk. És mint látható, vagy egy sejthető, ez már megint nem egy első kísérlet, annál inkább a második. Szóval, amint ezt megígértem, most az osztályokról lesz szó, viszont azt is be kell látnom, hogy egyrésztről, mint azt már kihangsúlyoztam, hogy ez nem feltétlenül szükséges az érettségihez. Én azt mondom, hogy praktikus tud lenni, de nem feltétlenül szükséges. Másrészt pedig azt leszögezem, hogy annyira én se használtam osztályokat, meg objektumokat, hogy ezt igazándiból objektumorientált programozásnak lehetett volna mondani. Tehát egy csomó előnye, amit úgy általában meg szoktak fogalmazni az objektumorientált paradigma előnyeinek, azok az én esetemben igazából nem jöttek ki, és annyira rugalmas a Pythonnak ez az objektumorientált része, és maga a tény, hogy a Pythonban minden objektum, a kivételek is objektumok, az maguk az osztályok is objektumok, minden az eredeti típusok is objektumok, azt hiszem még modulok is objektumok, tehát tényleg minden objektum, és minden annyira dinamikus, hogy szerintem nem lehet úgy átlátni, hogy mi értelme létrehozni egy osztályt, és hogy főleg mi értelme példányosítani, miért nem pedig egy egyszerű értékadással használjuk. Tehát az osztály, az, hogy az elején kezdjük, egyrésztről szintaktikailag úgy hozzuk létre nagyjából, mint egy függvényt, csak a class kult szóval kell indítani, utána megadjuk a nevét, majd a kettős pont, hogyha a hardcore-ba nyomnánk, akkor lehetne még itt zárójel, ami azt jelenteni, hogy milyen osztályoktól örökli a tulajdonságait, de mi nem nyomjuk hardcore-ba, úgyhogy ez most egy különálló osztály. Tehát az osztály az tulajdonképpen egy sémát jelent egy összetettebb változóra. Tehát például egy ilyen séma, egy ilyen osztály lehet mondani, gondolom technikailag az tényleg egy osztály kell, hogy legyen, de én már nem merek jóslatokba bocsátkozni. Tehát a lista, mondjuk ez egy tipikus példa lehet, aztán remélem, hogy a Python készítői nem köpnek bele a levesembe. Szóval ugyan a konvenció az, hogy általában az osztályokat nagy kezdőbetűvel írjuk, de természetesen az eredeti típusok azok felrúgják ezt a konvenciót, és kisbetűvel írnak így mindent. Ez mondjuk a Jávával szembe megy, mert ott azok tényleg nagybetűvel vannak írva. Lényeg a lényeg, a lista, ez tulajdonképpen egy objektum. Vagy objektum? Hát objektum, persze a Pythonban minden objektum, de szóval ez egy osztály. És mik vonatkoznak a listára? Egyrészt az elején van egy inicializálása, hiszen akár feltölthetjük valamilyen tartalommal, például elemek. Ez kicsit egyébként önhivatkozó mód, hiszen eléggé úgy néz ki, hogy a lista egy lista alapján hozza létre önmagát. De szóval elő lehet készíteni, vannak elemei, a listákra mondjuk létre is hozok egy listát, most nem úgy szépen, de attól még persze ez is egy lista. A listák közös tulajdonsága, hogy tudjuk rájuk használni ezt az indexelést, és akkor indexszámokkal hozzá tudunk férni az elemekhez. A listák közös tulajdonsága, hogy tudunk felvenni bele elemet, tudunk, nem is tudom ez a clear ez melyik volt, itt is van, hogy kitörli az összes elemét, le tudjuk másolni, tudunk benne elemeket számolni, hozzáfűzni, keresni, beilleszteni, a végét kidobni, kitörölni belőle, megfordítani, sorba rakni. Tehát ezek a közös tulajdonságai ennek a lista osztálynak, tehát mindig, hogyha létrehozunk egy listát, akkor ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezni fog, és ezek nem magára az osztályra fognak visszahatni, nem magának a lista osztálynak adok egy új elemet,
hanem ennek a konkrét példánynak. Elég érdekes is lenne, hogyha egy ilyen függvényhívás, hogy mondjuk appen, és akkor hozzáfűzök egy 8-ast, ha ma mindenáron 8-as akart lenni. Ez megváltoztatja az A-t, de ugye az eredeti listát azt nem választja meg, és nem írja fölül. És valahogy így kell elképzelni egyébként az osztályokat általában is, hogy megadunk bizonyos metódusokat, hogy miket lehet használni erre az objektumra, milyen műveleti jeleket lehet használni, milyen értéket állítsunk be neki alapból, milyen mezők legyenek benne, ugye egy, azt hiszem egy listában egyáltalán nincs is ilyen elem, amit ponttal érnénk el, tehát ilyen attribútum, hanem ugye csak a metódusok vannak, tehát a pont után csak valami függvény jöhet. De nem is tudom, azt hiszem, hogy az alapvető objektumok, vagyis az alapvető, hát igen, az alapvető objektumoknál, amiket néztünk, azoknál nem is volt olyan. Hoppá, ott látom az 5-1-et. Szóval az alapvető objektumoknál nem is láttunk olyat, azt hiszem, én nem emlékszem rá, hogy ahol lett volna mondjuk egy ilyen, hogy a pont, mit tudom én, hogyha a hossz az egy tulajdonság lenne, tehát mondjuk ez most egy alternatív univerzum, és akkor ez egy tulajdonsága lenne, és akkor ez egy számérték lenne, aminek tudnánk értéket adni, amit le tudnánk kérni, és így érnénk el a hosszát, ahogyan mondjuk a JavaScriptben működik egyébként. Tehát, hogy nem csak metódusok lesznek, hanem ilyen kvázi változók is, amik ugyanakkor az objektumhoz tartoznak. És itt jön egyébként az is a képbe, hogy mennyire rugalmas a Python, ugyanis az osztály az annyi is lehet, és akkor még egy újdonságot is becsempészek, hogy hoppá, klassz, osztály, és akkor passz. A passz az azt jelenti, hogy ide valamit kéne írnom, de én úgy döntöttem, hogy nem írok semmit. Ez ennek a kicsit rövidebb megfogalmazása. Szóval, nem is tudom, nem ezt szeretném elindítani, inkább egyszerűen leírom itt is. Passz. És akkor ezzel létrejött az osztály, nevű osztály. És akkor ez egyrésztről, ugye, mint említettük, ez maga is egy objektum, tehát ennek ugyanúgy, ha önmagára vonatkoztatjuk, akkor ennek lehet értékeket adni, ez egy teljesen üres objektum, úgyhogy azt is láthatjuk, hogy az hogy működik, ennek az a neve, hogy osztály. És akkor ennek mit tudom én, ezt elkezdjük bővítgetni. Mondjuk legyen egy olyan, hogy szám, és akkor 42 osztály, pont, mit tudom én, szöveg, miért bénázik ez itt? Egyszerűen definiálni akartam. Ez is 42. És akkor az a baj, hogyha kiíratnám az osztályt, akkor nem látnánk semmit, mert tudtommal annak csak ilyen dokumentációs leírása van bizony. Tehát egyrésztről itt most azt is láthatjuk, hogy mivel ez egy közönséges objektum, ennek lehet értékeket adni. És akkor most már, hogyha példányosítjuk, amit úgy tehetünk meg, hogy az osztály után írunk zárójeleket. Itt ugye nem állítunk be alapból semmilyen értéket, ez tisztára olyan, mint a listnél, hogy amikor csak így simán meghívjuk. Szóval most az osztályból egy példányt hoztunk létre. Ez egyrészt rendelkezik, mint hogy az osztály az tartalmazta ezeket a számokat meg szöveget, amit most az előbb írtam bele,
Azelőtt persze az osztály sem tartalmazta őket, de így most ő ezeket tartalmazza, és ezen kívül még magának írhat tetszőleges mezőket, mondjuk halmaz, az is negy... Hoppá. Pedig azt akartam, hogy az is 42 legyen. Miért nem működik az AltGr? Nem tudom, kicsit bugos most ez. Igen, egyszerűen beblokkolta. Nem tudom, minek hála, de én nem nagyon voltam érte hálás. És akkor... Ez ugye már csak is erre a példányra vonatkozik, csak is erre az új és teljesen önálló objektumra. És így, hogyha most készítenék még egy példányt az osztályról, akkor ő ugye az osztálynak az adottságait felveszi. Tehát mondjuk a szám az 42, viszont példány 2 pont halmaz, az egy hiba üzenet lesz, hiszen neki nincsen halmaza. Ezen kívül, hogyha mondjuk vegyük újra az üres osztályt, amit most már szétbarmoltunk egy kicsit, és megint üres osztályon van dolgunk, ez akkor jó, hogyha semmilyen alapot nem szeretnénk a példánynak adni. Tehát csak azt szeretnénk, hogy tudjunk belerakni mezőket. Így szépen, mit tudom én. Hogyha mondjuk úgy vennénk, hogy az osztály az most egy emberre vonatkozik, ez meg mindig miért dobja azt föl? És a példány ez így kicsit hülyén veszi ki magát. A példány kora. És akkor így lehet bele szépen felvenni az adatokat, és attól még az osztály, ez egy üres osztály marad. Ez azért hasznos, mert nem is lenne olyan könnyű elérni, hogy egy ilyenünk legyen, amiben ezzel a módszerrel tudunk beírni adatokat. Mert ugye alapból, hogyha csak van egy változónk, akkor annak még nyilván nem adhatok semmiféle értéket, tehát annak még nem lehet attribútuma. Aztán, hogyha mondjuk veszünk egy számot, annak sem lehet attribútuma. Tehát valami olyan típusúra van szükségünk, amire ez értelmezhető. Nem tudom egyébként, hogy például ilyen halmazból, vagy valami hasonlóból ezt elő lehetne csalni. Nem, ugye azt se engedi meg, tehát hogy egy olyan típusra van szükségünk, ami ezt megengedi. Azt remélnénk, hogy az object nevű típus, ami egy önálló típus, az megengedné nekünk. De nagy frászt, az objektum típus sem engedi ezt meg nekünk, tehát éppen ezért létrehozunk egy ilyen üres osztályt, aminek semmi funkciója nincs, csak az, hogy tudjunk vele így mezőket elhelyezni. Ugyanakkor valószínűleg ennél valami komolyabb osztállyal is szívesen dolgoznánk. Amikor azt csináltam, itt még az osztálynál, amikor először létrehoztam, és beleírtam, hogy osztály szám egyenlő 42, osztálypont szöveg egyenlő 42, azt úgy is el lehetne érni, hogy ide beírnám, hogy szám egyenlő 42, szöveg egyenlő 42. Én lepődtem meg a legjobban, hogy azt írtam, amit akartam. Ilyenkor nyilván a passz az már értelmezhetetlen. De ez a passz, ez néha hasznos tud lenni, amikor valamit muszáj implementálni, muszáj valamilyen függvényt vagy osztályt megírni, ugyanakkor semmi szükségünk nincsen arra, hogy bármit is csináljon, vagy pedig ugye dinamikusan szeretnénk hozzáadni a tartalmat, mint az előbb. Szóval ez egy lehetséges módszer. Ennek azonban van egy hátoldala.
Hátoldal, ezt is jól megfogalmaztam. Szóval ennek van egy hátránya is. Általában nem szoktuk azt szeretni, mint ahogyan a listában sincsen olyan, hogy bizonyos elemek megegyeznek. Nem, amik megegyeznek, azok a metódusok, de azokkal különböző értékeken végezzük el a műveleteket. Tehát itt is inkább csak azt szeretnénk, hogy létezzenek ezek a mezők, de azt nem szeretnénk, hogy egyformák legyenek. És ugye ez még ilyen 42, meg másik 42, ezeknél még nem jelent olyan nagy gondot, hiszen ezek nem viselkednek objektumosan, hogy úgy mondjam. Ugye erről már régebben is volt szó, hogy ezek ugye nem bindolnak, hogyha két változót 42-vé teszek egyenlővé, vagy mi az, nem is így akartam, hanem A egyenlő B. És akkor ezt elbénáztam, A egyenlő 42, B egyenlő A, B egyenlő 41, akkor A az 42 marad, tehát ezek így nem kapcsolódnak össze, nem lesznek egymás aliaszai. Na igen, két lövésből egy gól, az nem rossz azért. Szóval nem leszek egymás aliaszai, ellenben más a helyzet, hogyha az osztálynál mondjuk fölül egy listát szeretnénk feltüntetni. Tehát mondjuk az adatokat tömörítsük egy listában. Mi fog történni? Tehát ezek közös adatok lesznek. Tehát amikor én azt csinálom, hogy hívok egy példányt az osztályból, és én ebbe valami adatot szeretnék betölteni, legyen már egy kis változatosság, és akkor hívok egy másik példányt, azt szeretném, hogy ő is a saját adatait hordozza ebben a rendezett formában. És mit veszek észre? Azt, hogy ebben már benne van az 53, holott ez az egyes számú példánynak volt az adata. Tehát ezért sem célszerű az osztálynak ilyen közös mezőket, közös attribútumokat adni. És akkor adja meg át a kérdés, hogy mit használjunk helyette. Nos, mindenütt célszerű helyette inkább a metódusokat használni, pláne, hogy a Python az kínál nekünk bizonyos speciális metódusokat. Ilyen például az inicializálásnak, tehát kvázi a használatra előfelkészítésnek a metódusa, mint ahogyan a listánál is ugye láttuk, hogy lehetett beletölteni értéket. Az kicsit máshogy működött, de nekünk most egy előfelkészítés lesz. Tehát az elejére kell a két darab aláhúzás jel és a végére is. Az első paraméter az maga a meghívó objektum lesz, tehát a konkrét példány lesz az első attribútum. Ezt megszokásból úgy szoktuk nevezni, hogy self. Erre szabály igazából nincsen, de célszerű követni az ilyen hagyományokat, hiszen egyrészt könnyebben olvasható, ahogyan a dokumentáció is írja, az előnyöket könnyebben olvasható, és lehetnek olyan programok, amelyek kihasználják ezeket a hagyományokat, és szabályként gondolnak rájuk. Utána pedig, ugyanúgy, mint egy normális függvény lenne, megadjuk azt, hogy mikkel szeretnénk előkészíteni, mondjuk legyen ez egy sima args, akkor ezt így célszerű elkészíteni, mert a self az magára a példányra fog vonatkozni. Míg amikor az osztálynak kívülre írtuk, hogy szám, meg halmaz, meg szöveg, meg ilyenek, meg data. Tehát most ez lesz a data. És akkor mondjuk ez lehet továbbra is egy lista, amit így az értékkel látok el, és akkor ez igazából nem is olyan rossz ötlet, mert akkor ez így is megoldható lenne, hogy egyszerűen az argszot, azt, ami egy tuple listává konvertálom. És így ugye
A self, az, mint említettem, ez a konkrét példányra vonatkozik, és így ez nem lesz közös adat, hanem mindegyikre egyedi lesz. Nézzük is meg. Hoppá, úgy látom, már megint egy kupacba vannak nagyon, úgyhogy gól lett. És akkor hozzunk egy példányt. Ohó, szabadrúgás gól, nem is volt rossz. Osztály. És akkor itt már mutatja, hogy az inicializálás ez magára erre a létrehozásra vonatkozik. Tehát itt már egyből várja az argumentum listát. Annyira nem szeretem, hogy nem szabad több veszőt ütni egymás után. Na. Íme, és akkor nézzük meg példány. Egy mezőt hoztunk létre, ugye a datát, csak ez a szemét így le nem egészítette ki nekem. És ezt be is töltötte maradéktalanul. És ha most még egy példányt hoznék. Akkor a példány kettőnek az adatai azok egyének lennének, mert ez technikailag, amikor azt írom. Á, nem, ezt már megint nem itt akartam. Megint nem itt akartam bemutatni. Éppen ezért mondjuk definiáljuk az összegüket. Ezt most nem egy ilyen nevezetessel, hiszen ez nem egy nevezetes működés. Lehet egyébként, hogy erre is lenne valami nevezetes működés. Még azon se lepődnék meg teljesen. De hát ugye a listára működik a sum, úgyhogy nézzük meg. List pont. Nem, mintha nem lenne. Vagy a neve az nem hasonlít erre, de nem, én úgy látom, hogy erre nincs sum. Tehát akkor ennek definiálom a saját összegét, ugye self lesz az első megint. És az összeg, hát ez egyetlen egy száma, ez nem kell még külön paraméter. És akkor ezt úgy számolom ki, hogy simán visszadobom a sum self.datát. Na, csak sikerül. Ami késik, nem múlik. Példányegyenlő osztály. Ez tökéletes lesz. És akkor példány pont összeg. És akkor ez kiszámolja a 72-t. Ezt ugye nem is lenne célszerű változóban tárolni. Hiszen például, hogyha hozzáadnék újabb értékeket, például írnék akár kézzel hozzáadnék, akár külön megírnék egy függvényt arra, hogy adjon hozzá értékeket, akkor változna az összeg, és akkor azt állandóan nekem kézzel kéne változtatni, így meg, hogy függvényként összeszámolja, így erre nincsen több gondom. Szóval lesz, hogy példány.összeg, itt ez egy sokkal kézzelfogható példa, ez egy szintaktikai cukorka arra, hogy osztály.összeg, látható már ki is ajánlotta, és a szál fejére beírom azt, hogy példány. És voilà. Tehát tulajdonképpen ez egy speciális működés, hogy ilyenkor ez olyan, mintha az osztálynak, mint objektumnak meghívnám az összeg nevű függvényét, és paraméternek ugye egy példányt adtam meg, nevezetesen az éppen így hívott példányt. Persze ez most csak a szójáték kedvéért van így, de akármi is lehetne a neve, amivel példányosítottam az eredeti osztályt, az kerül a self helyére. És erre ugye ez a szintaktikai cukorka, amit szoktunk használni. De ugye ez például egy példa tud lenni arra, hogy hogyan adunk meg egy saját függvényt, egy saját metódust egy osztályhoz,
Ami még így speciálisnak fontos lehet az initen kívül, az az str, ez is egy speciális működés, és csak a self az argumentuma. Ez azt adja meg, hogy hogyan konvertálódjon stringé ez az objektum, hogyha arra szükség van. Például, hogyha ki szeretnénk iratni. Egyébként erre kétféle is van, tehát ugyanezt csinálja effektíve a repr is. Ezeknek inkább formálisan más a szerepük, hogy a repr az inkább egy ilyen dokumentációs adat arról, hogy az osztály, tehát hogy az osztálynak a tartalmát inkább dokumentálja, míg az str az egy sokkal effektívebb használat. Tehát az str az sokkal inkább, hogy amikor használni akarod, a repr az pedig amikor debugoláshoz szeretnéd. Meg hát eredendően az str függvény az alapvetően, ha létezik, akkor az str változatot fogja figyelembe venni. És akkor itt lehetne például az ebben az esetben, hogy például ha feltételezzük, hogy az args az csupa stringet tartalmaz, hogy például egy joinolásos játék, self.data, és ezt ugye returnolni kéne, még amíg el nem felejtem. Ezt van egybe is lehet írni. Na mindegy. Tehát ez a két legfontosabb, de ilyen speciális használatokból ugye lehetőségek végtelen tárház áll a rendelkezésünkre. Mint azt mutatják, hogyha az int-nél kilistázom. Abszolút érték, end, egyenlőség, aztán egész rész, meg egész rész osztás, nagyobb, invertálás, ez a bitenként invertálás, maradékos osztás, tehát egy csomó minden, és hát ezek még csak itt a matematikai részek, de ugye a listához is, hogy új elemet hozzáadunk, vagy kitörlünk, vagy megváltoztatunk, vagy egyszerűen lekérünk, szóval egy csomó ilyen speciális leírási lehetőség van a kezünkben, de a legfontosabb talán ezek közül az init és az str. És mondom, az a fontos, hogy általában amikor osztályokat hozunk létre, akkor célszerűbb az osztálynak magának nem adni ilyen változókat, hanem a self-fel függvényekkel, illetve metódusokkal előkészíteni az objektumunkat, a példányunkat a használatra. Ennyi lett volna ez a 12. Python programozásos videó. Én pedig ennek a tiszteletére szerintem a következő videóban mutatok erre egy ilyen egyszerűbb gyakorlati használatot is, hogy akkor már ne menjen pocsékba ez a tudás. És ezen kívül most már, mint hogy magát az érettségi részét, azt már azon kívül, hogy persze még lehet megcsinálni feladatokat, ezt letudtuk. Úgyhogy ha valaki valamiről szeretne kimondottan videót, akkor fel a kezekkel. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!